Úgyhogy szerintem át is adnánk itt a színpadot az első előadónknak és előadásunknak. Igen. Mégpedig Ainu lesz, a japán elfeledett ősi népéről fog nektek előadást tartani. Annyit kell tudni róla, hogy ő már itt már harmadjára fog nálunk itt a Fantasy Expo-n előadni, és ő az Omiyage-nél blogger, úgyhogy fogadjátok őt nagy szeretettel. Egy nagy tapsot kérünk szépen Ballagó Petrának. Lehet, hogy egy kicsit oldalra kéne menni. Kicsit oldalra. Kész. Hát szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai Fantasy Expo eseményen. Ballagó Petra vagyok. Idén most már másodszorra tartok előadást nektek. A japán tradíciók és kultúra Facebook csoportból ismerhettek. Mindig ilyen érdekes cikkeket szoktam megosztani japán kultúrával kapcsolatosan. Az egyik kedvenc témámat hoztam a mai napra, ez pedig az Ainuk, ezek a elfeledett, japán ősi elfeledett népe. Körülbelül 2 éve kezdtem el így mérehatóbban kutatni az ő kultúrájukat, és most megpróbáltam nektek egy ilyen rövidebb összefoglalót hozni, kik is ők, mit csinálnak, hogyan élnek. Hát akkor először is nézzük meg, hogy kik azok az Ainuk. Azt lehet róluk tudni, hogy ők ugye a nagy szigetek közül fönt északon laknak, Hokkaido északi részén, és ők tartják magukat japán eredeti őslakóinak. Nyelvükön az Ainu azt jelenti, hogy ember. A japán kormány nyilvántartása szerint körülbelül 25 ezer Ainu él jelenleg a Szigetországban, de a számuk az körülbelül 200 ezerre tehető ténylegesen, ugyanis hát ők szégyellik azt, hogy milyen származásúak. Nem divat Japánban Ainunak lenni, ha csak nem a rezervátumban élsz. Kik is azok az Ainuk? Hát az őseik azok halászatból és vadászatból éltek évszázadokon keresztül, fönt északon elzárva, de hol néha ugye a japán kormánnyal kényszeresen együttműködve, hiszen ugye a japán is egy hódító nép, tehát szerette volna birtokba venni az egész Szigetországot, és hát eljutott északra is, ahol már éltek emberek. A társadalmi beintegrálásuk a Meiji restaurációt, vagyis 1868-at követően történt meg. Ekkor nagyon sok változás érte a kultúrát, egy csomó szokásuktól megfosztották őket, régi tradícióktól, és hát ugye megpróbálták őket modernizálni, beintegrálni a modern társadalomba. A nyelvük egyedi, keveredik benne a kaukázusi, tibeti, orosz, és természetesen a japán nyelv is. Az írásbeliséget sok hasonló ősi néphez hasonlóan nem használták, nem ismerték, a történetek ugye szájhagyomány útján terjedtek, de végül később átvették a katakanákra emlékeztető rovásírást. Ez fontos, hogy ez nem a japán nyelvben ismert katakana, hanem egy sajátos rovásírás. Az Ainuk magukat nem a naptól, ahogy a japánok, hanem a nagymedvétől származtatják. Tehát őket úgy is hívjuk, hogy a nagymedve gyermekei. Van egy teremtő istenpár, ahogy ugye minden kultúrában és mitológiában, hogy akik teremtették az egész kultúrát. Őket úgy hívják, hogy Kimun Kamui, vagyis a medveisten, és Hashina Ukamui, aki pedig a vadászat istennője. Most biztos feltűnt nektek, hogy ez inkább valamilyen európai jellegű, tehát valami északét, a medve, meg a vadászat, tehát Európára jellemző kulturális
dolgokat fog magához. Igen, tehát, hogy ők északról vándoroltak át a japán szigetekre, és hozták magukkal ezt a kaukázusi kultúrkörbe tartozó legendákat, mítoszokat. Azt mondják, hogy eredetileg a medveisten lejött az emberek közé, és itt elpusztult, de egy év múlva eljött a fia, akinek bemutatták aztán az ő tiszteletére egyfajta áldozatot, és ezért az ő fia megfogadta, hogy védelmezni fogja az ájnukat. Sok ájnú egyébként ezért is tartja magát a medve leszármazottának, mert hogy kinézetre az ájnuk igenis több testszörzettel rendelkeznek, mint egy átlagos japán. A második fontos istenük a Bagoly isten, Chikapkamui. Őről azt érdemes tudni, hogy azért is fontos, mert egyfajta összekötő a földi világgal és az égi világgal. Mindjárt van is mondom nektek egy pillanat, hogy mit találtam, milyen mondát róla. Igen, tehát Kamuiról úgy tartják, hogy ugye az őrző. Azt mondja, hogy egyszer hatalmas ínség támadt, az éhínség támadt az emberek között. Csikák Kamui nem tudta az okát, ezért követet küldött a többi Kamuihoz, hogy kiderítse. Egyébként a Kamui az olyan, mint a japán nyelven a kami, tehát ugyanúgy istenséget jelent, de nem istent. Tehát ezeket a védőszellemeket gyakorlatilag. A Bagoly isten nem tudta az okát, ezért követet küldött a többi kámuihoz, hogy kiderítse, miért van. Elsőként a varjút kérte fel, hogy vigye el az üzenetét. A Bagoly isten hosszasan mondta mondani valóját, a varjú pedig hallgatta, míg nem a harmadik napon elaludt. Az istenség égtelen haragra gerjedt, és elpusztította őt. Ezután a szajkót kérte fel, de a negyedik napon ő is elaludt. Őt is megölte végül. Aztán jött a vízirigó, aki 6 napon keresztül hallgatta az üzenetet, és végül elvitte az istenek országába. A válasz nem sokat késett. Az istenek közölték a Bagollyal, hogy az emberek mérték nélkül haláztak és vadáztak, nem tisztelték a természetet, ezért az istenek büntetésképpen éhínséget bocsátottak a földre. A Bagoly isten ezután leszállt az emberek közé, és megtanította nekik a rituálékat, amiket a halak és a vadak elrejtése után voltak kötelesek megtenni. Az istenek elégedettek voltak, és az éhínség megszűnt a földön. A harmadik ilyen istennő, ő a tűzhelyi istennője, akit szintén ugye európai kultúrkörben ismerhetünk. Mi úgy hívjuk, hogy Hestia a görög mitológiából, a házi tűzhely őrzője. Ő azért fontos, mert szinte minden ájnú otthonban megtalálható a szentély, amit az ő tiszteletére emelnek. Tehát ez egy oltár, egy házi oltár. És akkor még mesélnék a Bagoly istenről, tehát, hogy emellett a mese mellett ő az ajnuk szerint az anyaföld és a Bagoly istene. Hatalmas szemeivel figyeli a földet, az emberek és az istenek viselkedését, és úgy tartják, hogy szemeiből arany és ezüst könny hullik, tehát az anyagi siker szimbólumaként tartják számon Hokkaidó északi részén. Aki benne van egyébként így a szerencsehozó talizmánok világába, tudja, hogy nagyon sok szerencsebagyot is lehet kapni japán szerte. Hát ez innen származik, az ájnu kultúrából vették át a japánok. És akkor nézzük egy picit akkor a vallásukat. Az ájnuk hagyományos vallása sokféle hasonlóságot mutat a Japánban is őshonos animalista sintó vallással. Nagyon sok sintók, ami megtalálható az ő mitológiáikba. Ebből kiemelném például Ebisüt. Őt tudjátok, hogy a 7 szerencse isten egyike, vagyis a halászat védő istene. Viszont a rítusaik, a szokásaik, amiket használnak a vallások során, az közelebb áll az uráli népek sámánizmusához.
táncaik egytől egyik szakrális jellegűek, és a totem állatok nagy tiszteletnek örvendenek, akár csak mondjuk az indián kultúrákban. A legismertebb ünnepük az Imoante tűzfesztivál, ami néhány éve fel is került az UNESCO néphagyomány örökségi listájára is. Hál' Istennek manapság már bárki ellátogathat egy Ainu rezervátumba turistaként, tehát testközelből lehet megtapasztalni, hogy hogyan is élnek ez a kultúra követői. Vezetett túrák is vannak, illetve ki lehet próbálni azokat a mesterségeket, amiket ők csinálnak, ősi mesterségek. Meg lehet kóstolni a gasztronómiai különlegességüket, és akkor a fesztiválon is természetesen részt lehet venni, mint látogató. Szóval nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érdekes. És akkor nézzük, hogyan élnek az Ainuk. Szóval, ahogy említettem korábban, ők rezervátumokban élnek, akár csak az indiánok Észak-Amerikában, vagyis hát ugye most már számuk egyre kevesebb, Hokkaido északi részén. Hagyományos falvakban, amiket úgy hívunk az ő nyelvük, hogy kotan, nádból készült kunyhókba, az a nibutani, amelynek nincsen kéménye, és a keleti oldalán található az ablak, valamint két ajtó. A kunyhó közepe szent hely, ahogy említettem, hiszen itt található a házi tűzhely, és itt van Kamui Fuchi, a tűzhely istennőjének szentélye. Ezek a kunyhók egyébként nem olyan nagy méretűek, mint amennyire itt a képen tűnik, ezért a fontos összejövetelek helyszínét a falut vezetőinek kunyhóját használják, mert az a legnagyobb mind közül. Tehát, hogyha van valami ilyen közérdekű hír, amit meg kell osztani, vagy egy ünnepség, mondjuk egy esküvő, akkor természetesen összejönnek a legnagyobb épületbe, és akkor ott tartják ezeket az összejöveteleket. A viseletükről kezdtem el kicsit kutakodni, és megtudtam például, hogy a ruháikat saját maguk hímzik és szövik, tehát például nem Japánból importálják, a modern társadalomból. Télen ugyanúgy állatbőrökben öltözkednek, mint az eszkimók, ez is nagyon érdekes. Hagyományos viseletük a maidari, ami ugyanolyan köntösszerű ruha, mint amilyen ugye a kimono, amit a japánok is használnak. Érdekesség, hogy hímzett fejpántokat, ez a matanpushi, amit viselnek, itt a képen jól is látható, ez a hagyományos viseletük. És hogyha látjátok, itt különböző minták vannak az ő ruháikon. Ezek kacskaringósak, hullámra emlékeztető motivumok leginkább, persze többféle motivum van. A kacskaringók egyébként a folyókhoz és a tengerhez köthetők, hiszen ugye vadászó, halászó népről van szó, tehát biztos, hogy közel álltak a folyóvízhez, illetve a tengerhez, az életben maradáshoz. A minták egyébként spirituális jelentéssel is bírnak, úgy tartják, hogy a motivumok távol tartják a rossz szellemeket a ruhaviselőjétől. Hasonlóan, mint ugye a tetoválások megvédik a viselőjét. A nők gyakran hordanak hatalmas gyöngyfűzött, úgymond tamasi, vagy fémmedellal ellátott gyöngyös nyakláncot, ezt pedig úgy hívják, hogy rektümp. Ezen a képen egyébként a nyaklánc nem látszódik, de megyünk is tovább. Hát az Ainu női szépség ideára, hogyha megnézitek ezt a képet, akkor nem a legfeltűnőbb ugye az ékszer, amit visel a hölgy, hanem a szája. Ugyanis ez tetoválva van, ez az egyik legnagyobb jellegzetessége az Ainu nőknek egészen a múlt század fordulójáig, tehát az 1900-as évekig. A Meiji restaurációt követően ezt a hagyományukat is eltöröltették velük, mert barbárnak gondolták. Az elkészítése ugyanis több mint 10 évet vesz igénybe. Apró késekkel kezdik el a kislányoknak az ajkát így bemetszeni, és utána bedörzsölik ezzel az obszidiánnal, van, hogy szénnel. És akkor a minta az évek során alakul ki, az esküvőjük napjára készül el a teljes minta. Iszonyat fájdalommal jár,
De hát ugye azt mondják, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Számukra egyébként ez is spirituális tartalommal bír, illetve egyfajta társadalmi státuszt is jelent. Ugye minél szebb a minta, minél nagyobb, annál nagyobb megbecsülés éri a viselőjét az adott társadalmon belül. Tehát a hölgy, aki itt látszik a képen, arról látjuk, hogy ő biztos, hogy férjezett, és valószínűleg több gyermek édesanyja is. Azt mondják, hogy már 6-7 éves kor körül elkezdődik a tetoválás elkészítése, és egy ilyen speciálisan kiképzett tetováló nő vágja rá a hölgyek szájára az adott bemetszéseket, tehát nem férfi a tetováló mester, ahogy a legtöbb kultúrában. Ez arra is utal, hogy az Ainu nép matriarchális keretek között működött évszázadokon keresztül. És szájtetoválás csak is kizárólag az Ainu nők sajátossága. Tehát a férfiakat nem tetoválják a szájukon, meg az arcukon. Ami érdekesség, hogy magát ezt a tetoválást, az elkészülését, ezt úgy hívják, hogy ancipiri, ahol az anci maga ugye a festékanyagot jelöli, az obszidiánt, a piri pedig apró sebeket jelent. Hát igen, szóval a szépséget meg kell szenvedni. Amiről még érdekességként szeretnék beszélni, ők egy külön csoport az Ainu népen belül, akiket úgy hívunk, hogy matagi. A matagik Ainu nyelven annyit jelent, hogy a tél embere. De persze van egy ősibb jelentése is, ami azt jelenti, hogy erősebb a démonoknál, vagy aki bejárja a hegyeket. Ainu nyelven beszélő vadászokról van szó, akik történelmi leszármazottai az ősi Ainu népnek. Tehát ők már kiváltak az Ainu kultúrából, és külön kisebb etnikumként tevékenykednek. Honsú sziget egyes részeire vándoroltak le északról, és a Tohoku régióban találhatóak meg. Egyedülálló kultúrájuk van, amelynek középpontjában a hegyi istenek bevetett hitük és saját különálló törvényeik vannak. Tehát ők egy még zártabb társadalom, mint az Ainuk, és nem is igazán lehet a közelükbe férkőzni, illetve beolvadni hozzájuk. Tehát hogyha nem oda születtél, akkor esély sincs arra, hogy kapcsolatba kerülj velük. A törzs tagjai, ahogy említettem, a Tohoku régió bükkerdőinek és falvaiban élnek, akik ugye az ültetés és betakarítási időszakban mezőgazdasággal foglalkoznak. Tehát csak télen vadásznak, egyéb iránt meg már úgymond letelepedett modern embernek számítanak. Télen és koratavasszal vadászcsapatokat alkotnak, amely több hetet töltenek az erdőben. Számukra a vadászat az életforma, nem pedig sport. Tehát ők ebből élnek, hogy vadásznak, és amiket elejtenek, az számukra a táplálék télen, amikor nincs más. A levadászott állatokat pedig a hegyi isten ajándékainak tekintik. Tehát, mint minden természeti nép, amit elvesznek, cserébe ugye áldozatokat kell bemutatni, hogy az istenek haragját ne hívják ki. Miután az állatokat megölték, dicsőítették, így a hegyi szellem megvigasztalódik. Aztán az élet elvételének kompenzálására az elejtett vad szinte minden részét felhasználják. Tehát ez muszáj, mert különben magukra haragítik a hegyi istent és a többi kámuit. Jó, és akkor amit még szeretnék mindenképpen elmondani róluk, hogy a medve imádat fontos része az ő kultúrájuknak, tehát ezt hozták az Ainuktól, illetve a kaukázusi kultúrából. Külön tradíció van arra, hogy hogyan kell a medvét elejteni, feláldozni, és aztán úgymond megenni. Erről szeretnék még mesélni egy kicsit.
Azt mondja, hogy a vadászat megkezdése előtt felajánlások és imák gyakori elemei közé tartozik a levelek és az ágak elégetése. A szentélyben elmondott imák az ágak égetése mellett, mint a tömjén, fontos felkészülés a vadászatra indulás előtt. A szertartásos égetés során keletkező füstről és aromáról azt tartják, hogy elriassza az ágakon ülő démonokat. A néphit szerint a hegyi istenség, Nikó istennő, fizikai megjelenése nagyon csúnya, és ez vezetett a szárított, tartósított kőhal, ami egy nagyon mérgező fajta, felajánlásának hagyományához. Az itt élők szerint az istennő értékeli azokat a felajánlásokat, amelyek még nála is csúnyábbak. Azt mondja, hogy a matakik számára a kebokai egy olyan szertartás, amely szimbolikusan visszaadja a medvét isteni őseinek, az elejtett medvét fejével és lábával meghatározott irányba fekteti, sót szórnak rá, és rituális szavakat ismételgetnek. Hát elég bizarr, szegény maci. És hát tulajdonképpen ennyit tudnék elmondani így az ainukról tömören, röviden. Ami fontos, hogy a legismertebb előfordulási helyük az Akita prefektúrában található, ahonnan a híres Akita Inu kutyafajta is származik. Őt sokszor használták vadászatra, és használják a mai napig a matagi vadászok. Nem tudom, van esetleg kérdés? Jó. Igen? Ebisikhez? Nem tudom, hogy mi az ebisi. Ja, ne, bocsánat. Hát én úgy gondolom, hogy ők külön, tehát hogy ugye az Ainu az egy gyűjtőcsoport, és akkor ahogy ugye beszéltem itt a matagikról, az ebisi is ugye egy alága. Még valaki? Oké. Akkor köszönöm szépen a figyelmet.